Köszöntöm azokat a nézőket is, akik most kapcsolódtak be a Siesta adásába. Itt a második részben zenével folytatjuk, népzenével és rockzenével, de mellette a mestervacsora eseményéről is beszámolunk. Köszöntöm a stúdióban Hajdu Ágotát, a Vikár Sándor Zeneiskola népzenetanárát. Szia Ágota! Egy nagyon rangos versenyről tértetek haza, három oklevél van itt az asztalon, 8. országos népzenei verseny. Hát ugye az megszokott, hogy te gyakran jársz a növendékeiddel különböző versenyekre, de ez most miért volt különleges? Tulajdonképpen ez a mi tantárgyi versenyünk, amit 3 évente rendeznek meg. Egy területi válogató előzi meg, ez természetesen egy iskolai tanszaki válogató, és tulajdonképpen akik a döntőbe bejutnak, azok már mind nyertesek, hiszen közel egy színvonalon muzsikálnak, és nagyon nagy élmény végig hallgatni ezt a döntőt. És azért nagyon fontos volt ez számunkra, mert vannak olyan gyerekek, akik életükben most versenyeztek először, illetve annyira szorgalmasak, lelkesek, hogy a választott hangszerük, főként a citera mellett énekelni is elkezdtek, így az 5 éves citerázást után, illetve amellett ez az első évük az éneklésben, és úgy gondoltam, hogy ez a kitartó 5 éves szorgalmas munka, és az az éves éneklés, amit ebben az évben nyújtottak, az méltó arra, hogy őket is bevegyük ebbe a csapatba. Ez a zeneiskolai együttes, ez évről évre változik. Szépen ez a kamarazenekar? Ez a kamarazenekarunk, igen. Attól függően, hogy kik azok, akik évelején mindig megbeszéljük a munkatervünket, hogy mire készülünk, milyen tananyagot tervezzünk, hogy akik ezt vállalják, ennek a rendszeres próbáit, azokkal nagyon szép sikereket tudunk elérni. És maga az az élmény, ami az a zenei produkció, ami hétről hétre csiszolódik, és a végén egy színpadi produkcióban testesül meg, és egy zsűri döntéssel 3. helyezést ér el, az a haba tortán a gyerekeknek. Hol volt ez a megmérettetés? Gödöllön rendezik meg hagyományosan ezt a versenyt, a verseny kezdete óta ott rendezik. Kik voltak a zsűri tagjai? A zsűri tagjai népzenekutatók, népzenetanárok, zeneakadémiai tanárok, középfokon és felsőfokon tanítók, Vavrinec András, Juhász Erika és Richter Pál, valamint Széles András. És hány tagja van ennek a Vikár Kamara együttesnek? Ez mindig változó, a versenyektől függően változik a létszám, és a korcsoport is különböző versenyeknél más-más a szabály. Nézzük, hogy hogyan... ezt, ami most volt. Rendben. Itt meghatározták, hogy hányan lehetnek egy adott korcsoportból, illetve magasabb és alacsonyabb korcsoportból. Itt 10 fő lehetett a maximum, mi 7 fővel indultunk, és voltak kisebbek, kezdők, voltak már rutinosabbak is. Amitől nagyon izgalmas, érdekes, hogy szerettük volna megteremteni a lehetőséget azoknak a gyerekeknek is, akik szólóban nem tudnak indulni, hogy legyen egy ilyen zenei élményben részük, egy ilyen felkészülésben, hiszen maga a felkészülés a legnagyobb nyereség, mert ilyenkor nagyon sok aprólékos munkára nyílik lehetőség, olyan szinten el tudunk mélyülni a zenében, amivel egyébként egy szimplán tananyag megtanulásával nincs lehetőség, és ebben az elmélyült munkában a gyerekek is egy nagyon jó közösségé kovácsolódnak össze. Tehát voltak olyan gyerekek, akik most csöppentek be, és még nem tudtak volna akár szólóban indulni. Illetve... De ők mondjuk így, hogyha csapatban énekelnek, akkor nem tűnik fel, hogy mondjuk nem olyan képzett még a hangjuk? Így van, tehát nagyon szépen az ő hangszínük, az adottságaik, ahol most tartanak, egy csoportos műsorszámhoz nagyon-nagyon jó, és kellenek is ezek a hangszínek, illetve maguk a gyerekeknek az egyéniségei. Az a fontos, hogy aki ott van mindig a próbán, akkor mindenki ott legyen ezen a megmérettetésen is, hiszen megérdemlik a szép sikert is, amit elérünk, illetve maga a hétről hétre való órák nagyon jó hangulatosak, és hogy abban is meg lehessen nekik, lehessen részük. Óriási munka lehet egy ilyen 3. helyezésben. Mennyit készültettek? Mondtad, hogy hétről hétre, de ezt hogy kell elképzelni a nézőknek, hogy egy héten mennyi órát gyakoroltatok, vagy próbáltatok? Hát nem csak ez az 1 év munkájában ugye benne, hanem itt több olyan gyerek van, aki már 4-5-6 éve jár zeneiskolába, és azért az a zenei készségszint, amit ennyi idő alatt elérnek, az más hangszereken is, és a csoportos munkában is meghozza a gyümölcsét. Tehát van egy heti 2x45 perces szolfés népzeneismeret óra, ezután pedig kamaróra következik. Többféle hangszeresek szerepeltek az énekesek mellett ebben a csoportban,
és így a kollégákkal is, Fekete Krisztián cimbalom tanárunkkal, de Zsőházi Tamás népi hegedűs tanárunkkal is folyamatos volt így a kommunikáció. Ők az egyéni óráikon gyakorolták aprólékosabban a műsorszámokat, és a népzeneismeret órát követő kamarákon pedig főként én gyakoroltam a gyerekekkel, illetve itt az utolsó időszakban már közösen mindhárman részt vettünk a munkában. Időnként egyik kollégákra rábíztuk, hogy kicsit szokják, hogy máshol is, mástól máshogyan is lehet tanulni, és ez is nagyon sokat számított a gyerekeknek. Lipcsei Hajnalka külön díjban részesült, mit kell róla tudni? Hajnalka nagyon-nagyon régóta muzsikál, nagyon sok oldalú, és ebben az évben több versenyen is részt vett már. Nem csak a népzenében, hanem a klasszikus zenével, a kórus éneklésben is elmerül, és nagyon sok időt tölt el, tulajdonképpen a zene teszi ki minden napját. Ő szólóban indult, és ez a külön díj ez azért nagyon értékes, mert alapfokú művészetoktatási versenyről van szó. Itt a gyerekeknél még nem elvárható az, hogy stílusosan megformáljanak egy-egy tájegység, egy-egy adatközlőnek a játékmódját, de Hajnalka erre képes volt, és nagyon színvonalasan, nagyon magas szinten stílusosan adta elő a Somogy Éva Sándor szitárás játékmódját, és ezért kapott külön díjat. Hogy választod azt ki, hogy melyik tanulónak, melyik növendéknek, melyik tájegység dalait kell énekelni? Hát kicsit ilyen pincérként érzem olyankor magamat, mert ilyen zenei kis csemegéket feltállalok nekik. Megmutatom, hogy van egy ilyen, és akkor arra vagy ráharapnak, hogy na igen, ez tetszik, ízlik nekik, vagy nézzünk mást. Tulajdonképpen így összeválogatják maguknak azt a gyerekek, hogy mi az, amit ők szívesen játszanak, és én pedig kidolgozom, hogy az egy versenyhez megfelelő anyag legyen. Akiket már régebb óta ismerek, azoknak már ismerem az ízlését is, és hát elsősorban én is azt tanítom nagyon szívesen, amit én is gyerekkoromban, fiatalkoromban nagyon szerettem muzsikálni, most is nagyon szeretek, és a gyerekek egy kicsit így az ízlésemet is átveszik, megöröklik tőlem. Hát ennek az évek, sőt évtizedek óta tartó zeneszeretetnek itt van a gyümölcse, az egyik gyümölcse, hiszen Hajdu Ágota tanári külön díjban részesült ezen a versenyen. Hogyan fogadtad? Nagyon örültem neki, hiszen nagyon sok munka benne van, és ahogy mondtad, nem csak az elmúlt évek, hanem több évre visszamenőleg, ahogyan ezekkel a gyerekekkel már zenóv, és őt azt megelőző időszakban is találkozom, és nagyon jó érzés a szakmától egy ilyen visszacsatolás, amivel az én munkámat is elismerik. Többen kaptunk külön díjat, olyan pedagógusok, akiknek több műsorszámuk eljutott az országos döntőbe, illetve helyezést ért el. Hát gratulálok mindenkinek, aki részt vett ezen a versenyen, és további sok sikert és kitartást kívánok nektek. Köszönöm, hogy itt voltál. Mi pedig a Mester vacsora gasztronómiai különlegességeivel folytatjuk. Mindenki nagyon-nagyon pozitívan, mosolygósan, rágózás, mobiltelefon kizárva. Mindenki figyeljen a saját felnőtt dolgozójára, ő fog benneteket irányítani, jó? Ez volt az utolsó eligazítás a 8. mestervacsora előtt. A nyírtasi Magyar Talléros Pálinka és Rendezvényházban több tucat pincértanuló várta izgatottan a több mint 200 fős vendégsereget. Miközben a pávakert sátorában már minden a helyére került, a konyhában szinte tapintani lehetett a feszültséget. A mesterszakácsok még lázasan dolgoztak az ételeken. Szerintem a legütősebb a főétel lesz. Az micsoda? Borjú, egy kis bríz, olív van rajta, egy nyak, egy tarja, egy steak lesz, különböző burgonya textúrák, mártás hozzá és ilyen. Ez egy wasabis makaron lesz, ugye virággal, citromolajjal, díszítésekkel. Ez egy tintahalas krémmel van megtöltve a makaron, ehhez van adva a citromolaj, egy kis wasabis majonéz, úgyhogy szerintem ez ízkavalkád. Makaron, tintahalas, wasabi majonézzel. Ezzel fogadták a mestervacsora résztvevőit, akiknek welcome drinkként Vilmos Körte pálinkát és alkoholmentes koktélt szolgáltak fel. A tulajdonos nagy örömmel vett részt a különleges esemény szervezésében. Kaptuk a felkérést a mestervacsorára. Nagyon megtisztelőnek éreztük ezt, ugyanis 3 éve működünk, mint rendezvényszervezés és különféle események lebonyolításával, és igazából nagyon nagy szervezést igényelt, de szerintem nagyon jó a csapat és szépen kivitelezték. A fő profilunk azok az esküvők és különféle céges rendezvények, csapatépítő tréningek, de emellett kisebb-nagyobb céges
céges, illetve születésnapi bulikat, családi rendezvényeket is lebonyolítunk. Nekünk maga a rendezvény az a szívügyünk, és szerintem ez is látszik mind abban, amit energiát és ugye szépséget belefektettünk ebbe a helyszínbe. Lazac érlelt csonkával, citrommal és kék sajtszivaccsal. Ez volt az első fogás. Ezután érkezett a leves, amiről csak azt árulták el, hogy paradicsomkonszom lesz, céklás kacsagolyóval és bazsalikom spagettivel. A leves betétek között legnagyobb meglepetésre egy apró kapszula is volt, ami feloldódott, amikor a forró levet ráöntötték. A leves után két főétellel is meg kellett birkózni. Az első nyúl volt tojásos galuskával és tejfölgéllel, majd nyak, borjú, bríz, poliptallérok, fermentált zöldségek és édes burgonya érkezett. Desszertként pedig az asztékok aranyát lehetett elfogyasztani. Szoboszlai Gyula mesterszakács azt mondta, trendi ételeket szerettek volna készíteni, amelyek megállják a helyüket a világversenyeken, például az erfurti szakácsolimpián is. Nekünk is lehetett látni azt, hogy nem írtuk ki, hogy mi hogy készült, milyen módon, hanem csak a szavakkal írtuk, hogy mik voltak a fő elemei az ételnek. Ugye most ez a trend valamilyen szinten már. Azt mondd el nekem, hogy neked melyik volt a kedvenced. Ugye azt mondta nekem Huszár Tibi, hogy mindent végigkóstoltok, mindent megkóstoltok, egymásnak még tanácsot is adtok, neked mi volt a kedvenced? Még azt mondták, hogy utolsó főétel kebent, nekem az volt a kedvencem. Ugye addig a stressz azért a feszültségben az emberben, azért kétszer megkeredni kézen, és elég prominens társadalunk volt, és az volt, mikor hú, mi volt, gyerekek, vége, ész. Mi a következő lépés? Készültök már a 9-re, ugye elhangzott az is, hogy a következő erfurti olimpiát is megcélozzátok. Igen, most egyelőre erre rá fogunk pihenni. Ugye a csapatnak megfelelő köszönök, együtt dolgoztunk, lesz egy ilyen összetartás a szakácsok, akik együtt dolgoztunk, és megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Ugye lehetőségek vannak, mert elvileg jövőre lesz világbajnokság majd Luxemburgba. Mindenféle ki fog megnézni, hogy milyen feltételek vannak, de lehet, hogy lesz a kollega, aki fog innen versenyen is fog indulni. Itt a logisztika a legnehezebb, tehát összerakni, hogy minden meleg legyen, jó legyen, hány fokon hőkezeljük, ez a legnehezebb része. Ugye te részt vettél az erfurti olimpián is, és egy nagyon szép éremmel tértél haza. Mi a különbség egy mestervacsora, meg egy erfurti olimpia között? Hát idézőjelben az, hogy ott egy díszmunkát kell letenni. A másik oldala az, hogy itt 200 ember eszi meg azt a munkát, amit ott. Tehát idézőjelben nagyon oda kell figyelni mindenre, hogy jó legyen a hőfokok, az állagok, a mennyiségek. Ez a legjobb. Ilyenkor ti mindent megkóstoltok? Tehát tudod, hogy mi kerül ki az asztalra? Persze, természetesen mindent végigkóstolunk. Nem is egy ember, hanem szinte mindenki végigkóstolja. Mindenki elmondja a véleményét, és úgy rakunk össze egy egészet. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakácsalelnöke azt mondta, teljesen elképett, amikor elküldték neki a 8. mestervacsora fogásait, ám aztán hatalmas meglepetés érte. Meglepődtem azon, hogy az ételeknek a felsorolás az nem úgy jelent meg a kínálaton, ahogy a szakmaiság megkívánja. És az éttermi kollégáknak mindig az a problémájuk, hogy a szakács kollégák kitalálnak valamit, és ha nem tesznek mellé megfelelő technológiát, vagy mártás, vagy ahogy a nagykönyv elő van írva, akkor mi nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert nagyon nehéz bort ajánlani hozzá. És ebben az esetben is most ma este ez történt, hogy amikor megláttam a menüsót, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy most egy előételnél még nem is volt probléma. A levesnél sem, mert ahhoz nem adunk bort. De az előételnél, hogy leírjuk a nyersanyagokat, és nem teszünk hozzá mártást, és a főételnél meg leginkább felsorolták a nyersanyagokat, és se technológia, se mártás, se egyébként a köreteknél, hogy most milyen ízhatás van, nagyon nehéz volt kitalálni, de azt gondolom, hogy összességében valószínű, hogy nagyon jó szakemberek vannak Nyíregyházán, és jó volt a párosítás, úgyhogy a kezdeti meglepetés után jól sikerült az este. A szakmai szervezet elnöke elragadtatással beszélt a nagyszobású rendezvényről, ami szerinte azt mutatja meg, mire képesek a mesterszakácsok, cukrászmesterek, pincérek és felszolgálók, valamint a tanulók az ország legkeletibb megyéjében. És azt is megmutatja, hogy tavaly az erfurti szakácsolimpián hogyan sikerült két fényes érmet és 3 diplomát kapnia a szabolcsi csapatnak. Itt ez maga a fine dining. Én mindig nagyon örülök, amikor a megyében van egy ilyen kezdeményezés, és az elmúlt 6 évben óriási fejlődött a megyei gasztronómia, a megyei gasztrokultúra, és itt hálával tartozom és nagy köszönettel a megyei vendéglátós kollégáknak, ugyanis egy olyan eseményen lehetünk, ahol
a gasztronómia szerelmeseit, a szakácsok, a felszolgálók vagy pincér kollégák és a cukrászok egy olyan rendezvúra szólítják, amely 2017 gasztronómiai trendjeit is meghatározhatja, nem csak itt a megyében, hanem az országban. El kell, hogy mondjam, hogy benn voltam a konyhán, és az előétel valami csodálatosra sikerült. Gondolom, nagyon sokat agyaltak rajta és dolgoztak rajta a kollégák, hogy hogyan nézzen ez ki tálalásban, ízben, harmóniában, technológiában, és ennek a közel 200 fős vendégseregnek azért meg kell felelni, mivel tányérszervizes a mai est, ez egy nagyon nagy feladat elállítja a kollégákat, akár a felszolgálókat, akár a szakácsokat, vagy éppen a cukrászokat. Teljesen mindegy, hogy milyen eredménnyel térnek haza a kollégák diplomával, vagy bármilyen színű éremmel. Az ugyanolyan fontos, ugyanis oda kell érni. Ez egy több éves folyamat, amire a versenyző megérik egy versenyzési szintre, eljut egy versenyzési szintre. Ott meg kell felelni, odáig el kell menni, először is elő kell teremteni az anyagi feltételeit. Aztán oda kell érni, ott el kell készíteni, meg kell mérettetni magunkat, és büszkén átvenni a diplománkat, vagy bármelyik érmet. Sok mindent jelent ez a magyar gasztronómia számára, és természetesen a megyei gasztrokultúra számára a legtöbbet. A mestervacsorát a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és környéke regionális szervezete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómiai egyesület szervezte meg. A szakemberek azt mondták, bár sok pénzbe és fáradtságba kerül egy ilyen rendezvény, de a haszna megkérdőjelezhetetlen. Ez egy ilyen bezzeg rendezvény. Szeretnénk megmutatni a meghívott vendégeinknek, hogy mi az, amit a kollégáink tudnak, mi az, amit a nagyvilágból tudtunk hozni, és az, hogy ez egy bezzeg rendezvény, azzal valóban egyetértek, de többes haszna van ennek a rendezvénynek. Együtt tudnak működni a kollégák, itt tudnak lenni az iskoláknak a szakoktatói, itt tudnak lenni ezen a rendezvényen azoknak a gyakorlati helyeknek a képviselői, akik a gyakorlati helyen a fiatalokkal foglalkoznak, és látják, hogy mi a trend, mifelé haladunk, és ennek szellemében tudják a diákokat oktatni. Válogatott borok, látványszorbé és csoki szökőkút fokozta a hangulatot a mestervacsorán. Különös varázsa van egy lédús gyümölcse, amikor ráharapunk, és a csokoládé íze, ami nem egy fagyos, hogy a szánkban olvad el fogyasztás közben, hanem rögtön intenzíven jön ki. Így, hogy melegen van hömpölyögtetve a csokoládé, még illatanyag, még a lelkünkhöz rögtön szól. A vendégek az egyik ámulatból a másikba estek, azt mondták, különleges élményekben volt részük. Nekünk először volt részünk ilyenben részt venni, és nagyon tetszett minden. A legjobban nekem meglepően az a borjús főétel ízlett, de a desszert is nagyon finom volt, úgyhogy tényleg mindenre meg vagyunk elégedve. A legkreatívabb a leves kompozíció volt, de valamennyi étel nagyon finom volt. Én azt gondolom, hogy egy háziasszony nem így főz otthon. Mi volt ebben a különleges, vagy hol érezted azt, hogy itt sokkal több fantázia van benne, mint ahogy mondjuk egy háziasszony főz? Mindenképpen az elnevezések, ugye, ami az ételek megnevezés, amiből nem tudjuk, hogy miről is van szó. A tálalás, ugye otthon nem így tálalunk, sokkal egyszerűbben, de fantasztikus volt mindegyik. Luxemburgi világbajnokság jövőre, Erfurti olimpia 2020-ban. A tervek szerint ezeken a világversenyeken is lesz szabolcsi szakember. A mindezek mellett nem tettek le arról se, hogy jövőre is megszervezzék a mestervacsorát. A mestervacsora után rockzenével folytatjuk a Siesta Plus mai adását. Két vendéget köszöntök a stúdióban. Kreckulné Brilla Mónikát, az Együtt egy élhetőbb jövőért egyesület elnökét, valamint Csé Nagy Zoltánt, a Diamond együttes énekesét. Sziasztok, jó estét kívánok! Sziasztok. Ugye egy szomorú apropó miatt gyűltünk most össze, és lesz majd egy koncert. Meséljetek erről, mi lesz ez, milyen koncert? Hát ugye sajnos az a szomorú hír ért minket, hogy kedves barátunk Vida Feri, a Lord zenekarnak az alapító tagja, idén januárban elhunyt, és ennek apropójából, mivel elég szoros szakmai közös múltunk is van, meg kapcsolatunk a Diamonddal és vele, gondoltuk, hogy megfelelőképpen búcsúztatnánk, és egy ilyen emlékkoncertet csinálunk, aminek aztán utána tovább fejlesztett változata lett az, hogy fúzionáltunk Mónikáikkal, és gyakorlatilag a húsvét és a húsvét ünnepi közeletével egy úgymond segélykoncerte is válik ez a történet.
Fogunk erről is beszélni, hogy mitől segélykoncert, jótékonysági koncert ez a koncert, de előtte kanyarodjunk vissza kicsit a kezdetekhez. Hogyan lett kapcsolat a Diamond és a Lord együttes között? Hát igazából, mikorra kell itt az időkerekét visszaforgatni? Igen. Hát ez nagyon régi történet, ez egy ilyen 30 éves történet, tehát igazából véve még egy jó 30 éves, mikor még a Lord zenekarok sem volt Magyarországon lemeze. Abban az időben találkoztunk egy koncert alkalmával, és akkor még nem is gondoltuk volna, hogy ebből ilyen barátság lesz. És hát gyakorlatilag ebből lehet mondani, hogy egy személyes jó barátság lett, és egy közös szakmai dolog is kisült belőle. Tehát azért ez mi volt ez a közös szakmai dolog? Hát egyrészt sokat köszönhetünk abból a régi időkből Ferinek és az ő menedzselésének, tehát sokat menedzselte a zenekart még az induláskor. Tehát voltak közös koncertek? Hát nem csak koncertek, hanem turnék. Tehát nagyon sokat turnéztunk a Lorddal abba az időbe, ami neki köszönhető. Egy apróságot elmondok, volt itt egyszer pont a helyi művelési központban egy koncertünk, amikor ők Szombathely, ugye a zenekar, azt tudjuk a Lord, Szombathelyről ők Miskolcon játszottak előző nap, és onnan nem hazamentek, hanem másnap azért itt aludtak, és időt az egész zenekar, amit akkor az újság meg is írt, hogy minket megnézzenek ezen a koncerten, tehát ennyire jó volt a barátság, és akkor sokat turnéztunk együtt. Míg aztán eljött a tavalyi év, amikor a 30 éves jubilómi koncertünkön ugye a zenész barátaink, akikkel együtt dolgoztunk, voltak meghívva, ő is többek között, és akkor Ferivel is csináltunk egy közös műsort. Majd aztán később én énekeltem is neki, szó volt róla, hogy megcsináljuk a régi ős Lord zenekart, úgyhogy zenéltünk is együtt. A legvégén pedig a csattanó az volt, hogy az idejévre terveztünk 2-3 barátzenekarral egy nagyon komoly évet, amiben ők is benne lettek volna, és éppen az apropó, hogy a halál előtt egy-két nappal még erről egyeztettünk, csak én éppen Lengyelországban voltam, aztán a telefonbeszélgetés után nem gondoltam, hogy mire visszahívom, már késő lesz, mert akkor jött a hír, hogy szegény egy hirtelen. És ezért próbáltok, ennek a barátságnak próbáltok meg emléket állítani ezzel a koncerttel. Még egyszer az időpontot, hogy mikor és hol lesz ez a jótékonysági emlékkoncert? Április 8, Nyírtelken, a Király Vigadóban, Királytelki Vigadó, és este 7:30, 7:30 kezdés. Nagyon fontos még elmondani, hogy vendégünk a Diktátor zenekar, akikkel együtt dolgozunk mostanság, sok közös koncertjük, ahogy nyilván sokan tudják, ők lesznek a vendégek. Még egy fontos dolog, hogy egy külön műsorral készülünk, folynak a próbák. Azok a slágerek, amik a Feri nevéhez fűződnek, akár a Vidarókbandből vagy a Lordból, ezek a dalok kerülnek ma azon az estén. Gondolom, hogy egy zenész, egy énekes kikapcsol, amikor a reflektorok már világítanak, megszűnik a külvilág, de azért hogy lesz ő itt jelen, Vida Ferenc, mondjuk a te lelkedben? Hát jó a kérdés, de igazából végül az ő eset azért más, mert azért van a szakmában, mondhatom nyugodtan, 10 olyan ember biztos, akivel napi szinten gondolunk szinte egymásra. Tehát Feri, de is folyamatosan gondolok, tehát igazából nem lesz különleges az, hogy gondolok rá, tehát mi a halála annyira megrázott, hogy azóta is töprengünk ezen, hogy miért kellett ennek így lenni. Egyébként tudom a hátterét, hogy a túlhajszoltság volt itt a probléma. Egy érdekesség, hogy ide is, mikor volt a nyíregyházi 30 éves jubilómi koncertünk, úgy jött meg Szombathelyről, hogy lejátszotta a koncertet és ment Milánóba. Tehát azért egy elég pörgetett életet élt, és ennek sajnos. Ugye az emlékkoncertet már említettük itt a beszélgetésben, hogy összekötöttétek jótékonykodással, ezért van itt a körünkben Mónika. Az ő egyesületüknek a javára ajánljátok, egy pár gondolatban mutasd be, légy szíves, az egyesületet. Hát a mi egyesületünk nem tekint ilyen régi múltra vissza, mint a Diamond zenekar. Mi most fogjuk áprilisban ünnepelni az első születésnapunkat. Elég széles palettával rendelkezik az egyesület, tehát mi ugyanolyan fontosnak tartjuk a rászoruló családok segítését, mint a környezetvédelmet, vagy az egészséges életmód ösztönzést. Az elmúlt időszakban nagyon sokat tevékenykedtünk fogyasztóvédelem területén, és hát tavalyi évben már tartottunk adománygyűjtést, élelmiszercsomagok osztását, sőt már tavaly októberben egy
másik koncert keretében a Diamonddal már dolgoztunk együtt. Igaz, hogy akkor a mi egyesületünk egy társszervezet volt, mert egy másik egyesületnek sportoló gyerekek javára gyűjtöttünk. Nagy sikerrel, igen. Tehát a munkakapcsolat az már innen megvan. És most, amikor tulajdonképpen Zoli keresett meg, hogy ők ennek egy méltó helyet szeretnének ennek a koncertnek találni, engem viszont előtte már néhány család megkeresett segítségkéréssel, hogy húsvét közelettével, ha tudnánk valamilyen utómódon segíteni nekik. Én kerestem egy valami olyan méltó módját a gyűjtésnek. És ez lesz a méltó módja. És ez lett, hogyan igen. segíthetnek a koncertre látogatók? Hogyan, mivel? Hát az első, amit gondoltunk, hogy használt jó minőségű felnőtt és gyerekruhák, azok, amik a családoknak fontosak lehetnek, mert azért mérettől függetlenül ezeket mindig meg lehet találni a jó megfelelő helyre. Tartós élelmiszerbe. Tartós élelmiszerbe gondolkodtunk. Játékok, tehát minden, aminek egy család, egy gyerek. Használati tárgyak, így van. Tehát elsősorban tartós élelmiszerekre gondoltunk, hogy a húsvét közeletével, hogy ezt még húsvét előtt akkor eljuttassuk minden rászoruló családnak. Ez nem kötelező, ezt mindig elmondjuk a plakáton is, hoztam egy párot, itt írjuk, hogy ez nem kötelező, tehát ingyen van a belépő, csak lehet ezeket az adományokat, amit ott összegyűjtünk, a végén hivatalosan már ezt mi átadjuk, meg gondoltad, hogy esetleg lehet olyat, hogy a valaki gondol valami támogatást, akkor arra is megvan erre a lehetőség. Így van, hogy... tehát arra is lehetőséget biztosítunk, ha valaki úgy gondolja, hogy most 500 forinttal szeretne hozzájárulni, akkor ezt is megteheti. Hát reméljük, hogy nagyon sok segíteni vágyó zenekedvelő látogat el az emlékkoncertre április 8-án. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Milyen jogszabályok foglalkoznak a játszóterek ellenőrzésével? A játszóterek ellenőrzésé van egy 78/2003-as GKM rendelet, valamint ehhez kapcsolódik, amit kötelezően alkalmazni kell az ellenőrzések során, az 1176-os szabványsorozat és az 1177-es szabványlat, ami az ütéscsillapító talajokra vonatkozik. Milyen ellenőrzési kötelezettségek vannak? Hát ezt kétfelé kell választani, vannak üzemeltetői ellenőrzések, és vannak úgynevezett kijelölt szervezet által történő ellenőrzések. Az ellenőrzéseket az üzemeltetőknek, tehát itt önkormányzatoknak, óvodák, iskolák, bölcsődéknek, stb. Hetente, havonta, negyed évente és évente, és ezt követi, hogy 4 évente kell elvégeztetni kijelölt szervezet által, akik szakértők a játszótéri témában. És kik ellenőrzik az ezek megtörténtét? A játszótéri eszközök ellenőrzése a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik. Épp a napokban jelent meg, a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján meg lehet találni, hogy megyénként kik azok a személyek, akik erre a feladattal foglalkoznak, és ide kell bejelenteni az üzemeltetőknek a játszótéri eszközök állapotában bekövetkezett változásokat az említett rendelet 6-os számú melléklete alapján interneten. Hogyan tapasztalták, milyenek a játszóterek állapotai? A játszóterek állapota, hogy bevezették a 4 éves ellenőrzési ciklust, mi azt tapasztaljuk, hogy ez egy kicsit visszaesett. Általában, ahol foglalkoznak vele az üzemeltetők, önkormányzatok, ott a játszótéri eszközök állapota 90%-osnak értékeljük a megfelelőségét. Hát ahol nem, ott sajnos nagyon sok a nem megfelelőnek minősítendő eszköz. Milyen gyakran történnek sérülések, balesetek? Hát országos szinten gyakran van, szerencsére a megyénkben nagyon ritkán fordul elő, azonban ezeknek a számát nem lehet megállapítani, hiszen nem jelentik be. Ha bejelentik, akkor az üzemeltetőnek kötelező ellenőrzést végeznie. Hát pár évvel ezelőtt volt egy halálos baleset, ami tragédiával végződött, mivel a gyerekek, fiatalok egy kötelet meghurkoltak, egy kisebb gyerek beledugta a fejét, megcsúszott és hát felakasztotta magát és meghalt. Hogyan lehet megelőzni a gyerekbaleseteket a játszótereken, az óvodákban? Hát a gyerekbalesetek megelőzése a rendszeres ellenőrzés, a napi ellenőrzés. Hát a napi ellenőrzésnek igen nagy jelentősége van, főleg a közterületi játszótereknél, hiszen a játszótéri eszközöknek 3 ellensége van. A vandalizmus, ugye ez kiemelten jelentkezik egy-egy diszkórendezvény után, amikor az önkormányzatoknak tekintélyes összeget kell fordítani. A másik pedig a gyerekbaleseteket meg lehet előzni, hogyha a szülők
ott vannak a gyerekekkel, a kisebb gyerekekkel a játszótéren, és csak olyan eszközt használ a gyerek, amely a korcsoportjának megfelel, de sajnos ebben a szülők nem mutatnak jó példát, mert olyan eszközökre is felteszik a 3-4-5 éves gyereket, ami a 12-13 éves gyermekcsoportnak készült. Mit jelent az egyedi gyártású játszótéri eszköz, és milyen előnyei vannak az óvodáknak, önkormányzatoknak? 2012-ben módosult ez a 78/2003-as rendelet, amely behozta azt a lehetőséget, hogy egyedi gyártásban is készíthetnek játszótéri eszközöket. Ez azt jelenti, hogy akár egy jó képzettségű, képesítésű, szakmailag megfelelő, asztalos képesítéssel rendelkező apuka elkészít egy játszótéri eszközt. Ugye ez anyagiakban is olcsóbb a fenntartónak, üzemeltetőnek, azonban ezeket a játszótéri eszközöket addig nem szabad használatba venni, üzembe helyezni, amíg az kijelölt szervezet nem ellenőrzi le, hogy a szabványok előírásainak megfelel. Tehát itt igen nagy a felelőssége annak a személynek, aki ezt a játszótéri eszközt elkészíti. És azok, akik az ellenőrzéseket végzik, hol sajátíthatják el a szakmát? Hát az ellenőrzések elvégzésére jelenleg már évek óta az országosan szakértői tanfolyam nincs, de az üzemeltetőknek, akik ezeket a havi, negyedéves, stb. Ellenőrzéseket elvégzik, azoknak mi rendszeresen szervezünk egynapos, 8 órás úgynevezett operatív ellenőrzést végző játszótéri eszköz tanfolyamot. Ilyen tanfolyamokat legközelebb a közeljövőben szervezünk, amelyről a médiákban lehet olvasni. A Móricz Zsigmond könyvtár programja március 31-én 16 óra 30 perctől a Művészportrik zenébe csomagolva című rendezvényre várják az érdeklődőket. 15 év tűvel, cérnával. A Nyírbálók Foltvarró Egyesület tagjainak csoportos kiállítása tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában április 1-től 21-ig. Az Autizmus Világnapja alkalmából várja az érdeklődőket a Most Élsz Egyesület és az Új Éfóész Tarnai Ottó Egyesület a Jövőnk új eredmények az autizmus kutatásában című szakmai rendezvényére. Helyszín Váci Mihály Kulturális Központ, időpont április 3-a, 10 óra. Alföldi táj, alföldi város. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltára a Beszélgetések a 20. századról című programsorozat keretében várja az érdeklődőket április 3-án 11 órakor az Alföldi táj, alföldi város, alföldi társadalom című előadására. Dr. Szilágyi Zsolt történész egyetemi adjunktussal Gottfried Barna főlevéltáros beszélget. Helyszín a Levéltár kutatóterme, Nyíregyháza, Széchenyi utca 4. Egészségnap a vasutasban április 8-án 10 órától. Érdekes témákkal, előadásokkal, tanácsadással, önismereti tréninggel, ételkóstolóval is várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan, de egyes programok regisztrációhoz kötöttek. Információ Nyíregyháza, Toldi utca 23. Virgilius Moldován román származású, Ausztriában élő szobrászművész kiállítása nyílik a Városi Galériában április 6-án 16 óra 30 perckor. A művész alkotásait a Városi Galérián kívül a Pál Gyula teremben és a Váci Mihály Kulturális Központban tekinthetik meg az érdeklődők először Magyarországon május 10-ig. Mai programajánló és ajánló műsorunkba ennyi fért, remélem, hogy kellemesen szórakoztak. Jövő héten Dankó László kollégám várja önöket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!